Hegedűs Viktor Marcell, az András Hida SC futballistája 2021. júniusában egy edzés közben lett rosszul, és fájóan fiatalon, 18 éves korában elhunyt. Volt klubja azóta minden évben egy utánpótlás labdarúgó tornával állít emléket Viktornak. Nagyon örülünk, meg nagyon hálásak is vagyunk magának a klubnak, meg ugye a vezetőknek, hogy ezt a lehetőséget igazából ugye az alapítvány és a családunk számára biztosítják. Igazából minden évben, ugye a harmadik éve van megrendezve ez az esemény, és minden évben ugyanezek a csapatok vannak eddig. Remélem, hogy majd a jövőben bővülni fog itt a csapatok száma, és a színvonal is ugyanúgy megmarad. És igazából tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és ez egy tényleg egy örömteli dolog, hogy így tudjuk ápolni a testvérem emlékét. Az emléktornára minden esztendőben 4 csapat érkezik. A rendező ASC mellett az Ajka, a szombathelyi Lurko FC és a Nagykanizsa U19-es gárdája viaskodik egymással. A mérkőzések kiváló alkalmat biztosítanak az együttesek felkészülésére a közelgő szeptemberi bajnoki rajt előtt. A csapatok mindig szívesen jönnek, akiket hívunk, soha nem volt még olyan, hogy valaki visszautasította volna, és a felkészülés szempontjából pedig ez a csapatoknak nagyon megfelelő időpontban is, ugye ezen sokat elmélkedtünk és egyeztetünk a csapatokkal, hogy melyik lenne az időpont, ami mindenkinek megfelel, még a tavaszi is esetleg szóba jött, de mivel most már főleg ebben a korosztályban azért elég nagy a mozgás a csapatoknál, most azok a játékosok tudnak itt lenni, akik majd a bajnokságban is szerepelni fognak. A mérkőzéseket nagy pályán, de csak 25 perces félidőkkel rendezték. A harmadik Hegedűs Viktor emléktornát végül az Ajka gárdája nyerte, így ők vihették haza a vándorserleget. A második helyen a Nagykanizsa, a harmadikon a Lurko FC, míg a negyediken a házigazda András Hida SC zárt.